Szent király Alexandra szerint Karácsony Gergely a hétvégén gyakorlatilag beolvadt Gyurcsány Ferenc pártjába. A Fidesz főpolgármester jelöltje közösségi oldalán azt írta, idézem, Gyurcsány Ferenc embere irányítják a városházát, ők sodorták csőd közelébe Budapestet, nem érdemelnek még egy Karácsonygergei Karácsony Gergely arról beszélt a DKMSP párbeszéd kampányítóján, hogy elégedett első ciklusával. Dobrev Klára pedig újból előrehozott választásokat vízionált. Ez a ma esti első témánk Imre Balázs folytatja vendégével. Köszöntöm ismét a nézőket, Szintia, köszönjük neked a szót, itt már velünk a stúdióban Palóc André, a századvég közéleti tudásközpont vezető elemzője. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, köszöntöm a nézőket! A hétvégén együtt indította a kampányát Karácsony Gergely vezette párbeszéd a DK, illetve az MSZP közös rendezvényen. Ezzel kapcsolatban Kacso el a Mandineren írt egy cikket, és idézem őt. Annak idején Karácsony Gergely is próbálkozott eladni magáról és a pártjáról, hogy ők valami egészen újat hoznak a magyar politikába, levetkőzik a Gyurcsány korszak örökségét, leváltják magát a politikát. Igért ilyesmit amúgy Bajnai Gordon és Márki Zaj, Péter is végül mindannyian Gyurcsán oldalán találták magukat, és arra is utal Kacso Dániel, hogy korábban csak egy bizonyos rövid szeszes ital Kíséretében tudta még tíz éve elviselni a közös listán való szereplést, Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenccel. Mi változott, és mit hozhat Karácsony Gergelynek a Gyurcsány Ferenccel való mostani együttműködés hosszabb távon? Lehet, hogy most már nem kell hozzá ittal, ezt nem tudom. A, az biztos, hogy az látszik, hogy olyannyira nem okoz ez számukra problémát, hogy most már gyakorlatilag régebben platformává vált, inkább így hívnám lassan a párbeszédet is, meg az MSZP-t is a DK-n belül, ez a két formáció, ez gyakorlatilag a DK-nak teljesen alárendelődött, most már hivatalos formája is van ennek, ugye együtt tartanak mindenféle rendezvényeket, a kampány nyitót is, ahogy tetszik, most már együtt tartották, és hát valóban most már gyakorlatilag kimondva, kimondatlanul, égben ők is elismerik nagy mosolyogva közös fényképezkedések közepette, hogy az ő közös főpolgármester jelöltjük Karácsony Gergely, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy most már egészen világos, hogy Gyurcsány Ferencék jelöltje Karácsony Gergely, ő maga is gyakorlatilag így beszél önmagáról, szerintem most már nincs nagyon ebben semmilyen titok, meg való dolog nyíltá vált, ha úgy tetszik. Közelmúlt se volt azért teljesen felhőtlen a két politikus között, ugye Gyurcsány Ferenc elégedetlen volt Karácsony Gergelyel abból a szempontból, hogy nem elég hangsúlyosan próbált meg az országos politikai szintjén Karácsony Gergely szembe menni a kormánya, mint főpolgármester, aztán váltott is hangnemet Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban, és sokkal kormánykritikusabb lett, mint az előtt volt, az előtt se fogta viszont. viszont azt mondta ezen a kampányrendezvényen Karácsony Gergely, értékelve kvázi az elmúlt öt évét, az első ciklusát, hogy elégedett saját magával. Van mire büszkének lenni ön szerint a főpolgármesternek? Nézze, az az ő dolga, hogy ő mivel elégedett, vagy nem, szerintem nagyon fontos, vagy ennél lényegesen fontosabb, hogy a választók elégedettek-e vele, vagy elégedettek lehetnek-e vele. Hogyha megnézzük a, az arányát annak, hogy hány választási ígérete volt, és abból hányan sikerült be tartani, akkor mondjuk úgy, hogy 10%-os arány sem tartható, vagy az sincs meg, ha pedig a gyakorlatot nézzük, akkor pár olyan ügy azért az elmúlt négyes fél évben, azért kijött, amivel egyértelműen szerintem nem lehetne elégedett bármilyen városvezető. Ilyen akár a hitpénz a kapcsolatos ügyek, vagy éppen a budapesti közlekedés helyzete, amelyet gyakorlatilag bárki, aki. Közlekedik a fővárosban, akár itt él, akár pedig átmenő közlekedésben vesz részt, tehát egyértelműen meg tud ítélni, hogy gyakorlatilag katasztrofális. Ebből a szempontból érdekes, hogy ő maga úgy beszél, hogy ő elégedett. Hát kíváncsian várjuk, hogy a választók miképpen vélekednek majd erről. Mit gondol politikai elemzőként Karácsony Gergelynek a különböző sajtó által megszelőztetett botrányai, vagy botrányaival, nem az ő botránya, fővárosi botrányokkal kapcsolatban, amelyben a sajtó szerint akár a főváros is érintett lehet a főváros vezetése, hogy itt a legújabb ez a bizonyos fővárosi számlagyár, ugye, igen. amire ön is utalt, ez a láncidat érinti. Erről miért nem mond semmit a főpolgármester igazából, vagy ha mondott is, akkor megcáfolják Gyakorlatilag az általakorábban mondottakat. Ugye a kehi jelentés szerint itt van előttem, ugye időbeli összefüggés van a lánciddal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzés, és a szóban már ugye a hatóság látóterébe került ügyvéd cégének történt gyanús utalások között. Nézzen, nehezen védhető ügyek -e ezek? Egyrészt innen nézve, most már utólag. Persze óvatosan kell fogalmaznunk, mert még nem lezárt az ügy, de azért mégiscsak úgy tűnik, hogy érthetővé válik, hogy hogyan lett ugyanaz a felújítás, lényegesen drágább, mégis alacsonyabb műszaki tartalommal elfogadott, mint az volt a tarlós ér a végére, gyakorlatilag a egyszer leütötték ezt, hogy hogyan kellene felújítani a láncidat. Ebből a szempontból egy utólag válik érthetővé, hogy akkor miért lett hirtelen drágább ez, a, ez az ügylet. A másik érdekes része az egésznek, hogy itt azért mondjuk úgy, hogy a kérdés, hogy Hát kinek és miért fontos, hogy ilyen utalások megtörténjenek, és még aznap a mostani legutóbbi sajtóinformációk szerint több száz millió forintnyi készpénzeket vegyenek föl emberek. Ilyenkor azért az ember arra tud gondolni, hogy több száz millió forint készpénzre akkor van szükség, ha utána azt nem feltétlenül szabályos, és mondjuk úgy, hogy a legátláthatóbb műveletekre kell költeni, ugye akkor kell ennyi készpénz, amikor általában, hogyha az ember krimi olvas, amikor valamilyen nem teljesen tiszta ügylet az, ami ezután következik, és nem, ne legyen lekövethető, hiszen minden más esetben ki a fene az, aki mozgat amúgy a politikában, hát ilyen, ilyen gangster élethez hasonló, gyakorlatilag a kilószám készpénzt. Ha már Gyurcsány Ferenc Kocsis Máté volt a vendége a hírtv-nek a minap, nap, és a Fidesz frakció vezetője mondott egy érdekes dolgot a hírtv-adásában magyar Péter feltűnésével kapcsolatban, és itt a Gyurcsány Ferenchez való kötődés kapcsán, azt mondta, idézem Kocsis Máté, hogy mindig azt mondják az elején, hogy nem, dehogy is, most aztán Gyurcsánynal is leszámolunk. Én nem tudok élő baloldali politikust mutatni, aki leszámolt volna Gyurcsánynal. Olyat igen, akivel ő számolt le, olyat sokat tudok. Magyar Péternek ebből a szempontból milyen esélyei vannak, mennyiben lehető, mennyiben köthető ki a baloldalon? Nem ismerem személyesen Magyar Pétert, az azonban az látszik, és szerintem ez a fontos, hogyha az ember kicsit tágabban nézi, vagy kicsit hosszabb időtávon nézi a magyar baloldal történetét, akkor az elmúlt bő tíz évben valóban az tűnt ki, és ez fontos itt aláhúzni, hogy mindenki úgy kezdte új szereplőként, Momentum is így kezdte új szereplőként az egyik nyitó interjújokban, szakítani kell azzal a korszakkal, ahogy Gyurcsány meghatározó ember volt, aztán hát nem telt bele olyan sok évbe, és már közös listán voltak, és háttéralkók, kiegyezések és hasonlók köveszték ki azt az utat, aminek végül gyakorlatilag egy akkorban találta egymást, például a Momentum meg a DK. Szerintem ez most sem lesz másképp, tehát azért nagyon sok példa azokat is említhetjük, amelyeket ön itt idézett Kocsis Mátétól, mind-mind azt mutatja, hogy a vége alapvetően az volt, hogy zárt a baloldal, és amikor zárt a baloldal, akkor ez úgy nézett ki, hogy a DK volt az, aki körülzárta az összes politikai szereplőt a baloldalon. Volt az akár a Momentum, volt az akár a párbeszéd, az LMP, és folytathatnánk a sor. Szerintem most is erre lehet számítani Magyar Péterék esetében is. Én azt mondom, hogy időkérdése ez, amíg ennek gyakorlatilag formálisan is meg lesz majd valamilyen következménye. Palóc Andréval beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy a meghívásunkat.